Rettenetes álom volt. 1849. október 6-án hajnalban a szemerkélő esőben már álltak a bitófák. A kivégző osztag a fegyvereket töltötte. A szürke felhők alatt a sáros föld készült elnyelni kivégzendő hadvezéreket. A részvételen reggelen azonban nem történt semmi. Mint egy kimerevített képen az idő megállt. Az akasztások és a lövések helyett az aradi Golgota dermedt csendben várta, hogy felkeljen a nap. Közben odalent a város is életre kelt, megtelt a piac, nyíltak a kereskedések, elmaradt a nagy esemény. Híre ment, hogy az aradi 13-ak az utolsó pillanatban kiegyeztek a császári hatalommal. Tetteiket megbánva, a forradalmat elárulva Bécshez szegődtek, az udvartevi búzsással megfizette őket cserébe. Tanácsadói címet, egyetemi katedrát, birtokot, legfőképpen pedig háborítatlanságot adott hátralevő hosszú életükre. A rebellis magyarok nem lázadtak többé. Nyelvüket a hivatalokból, majd az iskolákból is száműzték, történelmüket újraírták, egykori hőseiket eleinte szánalmas, bomlott elméjűekként gúnyolták, majd idővel őket is elfeledtették. A Budapest békességét szavatolni hivatott citadella megépült ugyan, de a dologtalan osztrák katonákat hamar hazavezényelték, és 1898-ban Ferenc József koronázásának 50. évfordulóján Magyarország ünnepélyesen a Habsburg Birodalom örökös tartományává vált. És akkor ma nem állnánk itt. Ha 165 éve ez történt volna, 13 ember halad életben. Batthyány Lajos talán fontos kormányzati pozícióban végzi, mi pedig magyarok bizonyosan arra sorsra jutunk, amitől a hadhatós külföldi segédlettel és túlerővel eltiport forradalom előtt 30 évvel Berzsenyi a magyarokhoz írt versében retteget. Elődeinknek bajnoki köntösét és nyelvét megunván rút idegen cserélt, a nemzet ő lelkét kapodja, gyermeki báb, puha szívet tárgya. Megköszönve tiszteletes asszony köszöntő szavait, nagyon nagy tisztelettel köszöntöm Harkány polgárait a nemzet eme jeles napján. Most tisztelt hölgyeim és uraim, ha így alakult volna, ahogy ezt a hipotézis mondja, akkor nincs magyar szabadság. Se kukárda, rajtunk úgy vonul végig a történelem, hogy közben mi kérünk elnézést, ha valakinek megint le kell rohannia az országot útban a következő ütközetre. Lássuk be, sokaknak lenne ez ideális állapot. Már a gerinc se kell, ami meghajoljon, a torkunkon lemegy bármi, eszünkbe nem jut tiltakozni. Cserébe lehetne kövér és jólét, persze nem olyan igazi, mint néhány száz kilométerre nyugatabbra, nehogy a magyarja is hozzászokjon, hanem olyan köztes, amiben mindig benne lenne rózsaszínre festett lazacutánzat, a kakaóval színezett kenyérre, és elhinnénk, sőt, kötelező erővel tanítanánk, hogy ezek boldog békeidők. Sokan lennének ehhez lelkendező ideológusok. Ők azok, akik kihízott nadrágjukban szuszogva tanítanák gyerekeinknek, hogy egyes visszaemlékezések szerint 1848 tavaszán Pest utcáin néhány felelőtlen lázadó forradalmat akart szítani, de szerencsére a bölcs politikusok hamar megtalálták a közös szót Bécssel, és kicsivel több száraz kenyérért cserébe elintézték a mozgalmárokat támogató tömegeket. Jól betönték a szájukat, a leghangosabbakat meg felakasztották a vár hátsó udvarába. Milyen más lenne minden? És milyen lehetséges is lenne mindez? Tulajdonképpen néha az a meglepő, hogy nem így alakul, hogy ma itt állhatunk, és ezt a bizarr rémálmot ünnepi beszédbe szőhetjük, az annak köszönhető tisztelt hölgyeim és uraim, hogy 1848 tavaszán a magyar népből újra nemzet lett. Egységes, boldog, büszke, harcos, független, hazaszerető magyar nemzet, amely keblére ölelt mindenkit, aki hitt az Isten adta, éppen ezért elidegeníthetetlen szabadságban, és halálra rémítette azokat, akik szerveződtek, hogy ezt elmarják tőlünk. Kimondva, több mint 160 év távlatával nézve könnyű választás volt,
hiszen úgy tűnik, elég volt kitűzni a szalagrózsát, és a versenyszavalók Petőfi éltetőkhöz csatlakozva várni, hogy a történelem szele hozzánk is befújja a magára találó európai városok forradalma nyomán függetlenséget. Ez nem több, mint olcsó önállítás. Ezt tisztelt ünneplők azok megnyugtatására szolgál, akik úgy gondolják, a magyar szabadság tőlük, tőlünk függetlenül születik a fejünk felett, azt elhozza a nyugat, begyűrűzik hozzánk, hogy a felvilágosult uralkodó réteg felismeri szükségszerűségét. Elég körültekinteni a világban, hogy láthassuk saját szemünkkel, ez nem így van. A szabadság ugyanis vérben, gyötrelemben, önfeláldozásban, vakhitben és akaratban született. Útját árulások kísérik. Gyakran tankok taposnak rajta, de a végén mindig győzedelmeskedik. A magyar nemzet mindig akkor tudott nagy lenni, akkor hitt ebben, amikor hitt ebben, és a holnapnál messzebb nézett. Ha az arabiak a Golgota helyett felesküdnek a császárra, megmentik saját életüket, de talán végérvényesen feláldozzák a szabadságot. Ők azonban inkább a saját életüket adták. Tisztelt falkányi polgárok! Nagy a kísértés, hogy minden év márciusában megpróbáljunk párhuzamot vonni a között, ami 1848-ban történt hazánkban, és ami minket körülvesz. Ilyenkor mindig elmondjuk, hogy örökségbe kapott szabadságunkért hősiesen küzdő forradalmárainkra büszkék vagyunk, ahogy a nagyra becsüljük 56 hőseit is, és mindenkit, aki valaha tett azért, hogy ma egy független Magyarországon szabadon ünnepelhessen. Van ebben azonban valami kísértő, valami álságos ellenben. Mégpedig az, hogy évről évre felvesszük szebbik ruháinkat, kiállunk és veretes mondatokban szép szavakat zengünk hőseinkről, miközben persze néha kikacsintva vállonveregetjük magunkat is. Mint a kicsit azt próbálnánk üzenni, persze fontos Petőfi, Batthyány, Kossuth, Lántyos és a társaik, de hát régen is volt, és különben is a történelem véget ért, Magyarországon szabad, elég évente egyszer megemlékezni róluk is. Olyan ez, mint a kötelező gyakorlat. Feladat letudva, mehetünk haza. Tudják, milyen ez? Mint a rossz politikus, aki 4 évente főz egy vagon pörköltet, másodlagos frissességű húsból, az a körbe utazza, körbe ígéri, körbe hazudja a választókerületet, aztán várja, hogy mindenki rászavazzon. Ez a mentalitás, amiből a magyaroknak elegük lett, éppen azért, mert mi egy szabadságharcos, forradalmár nemzet vagyunk, nem elégedhetünk meg ezekkel a slampos félmegoldásokkal. Nekünk hőseink vannak, eszményeink, amelyeket hajlandók vagyunk áldozatokat hozni, cserébe pedig elvárjuk választottjainktól, hogy tiszteletben tartsanak minket, különben elkergetjük őket. Ahogyan tettük ezt 1703-ban, 1848-ban, 1956-ban, 1989-ben, vagy éppen 2010-ben. Ne engedjük a kicsinyhintőeknek, akik mindig csak azt mondják, úgyis visszajönnek. Nem jönnek. Ha nem hagyjuk, nem jönnek. A reménytelenség, az önfeladás, a gyávaság, a tétlenség és a felepülőtlenség dicsitelen bajnokai ellen egyetlen hatatos fegyver, az emelt fő, az egyenes gerinc és az erős kéz. Az, amelyik tudja, hogy ha munka van, akkor ahhoz oda kell állni. A közmunka, akkor közmunka. A homokzsákpakolás, akkor homokzsákpakolás. Ne hagyjuk, hogy a szlobok szivarszobájából, olykor még mindig kiszűrődő gúnyos megjegyzések eltántorítsanak minket ettől a meggyőződésünktől. Mi, magyarok, mindig akkor voltunk a legerősebbek, a saját magunkat legyőztük, az akadékoskodó cinikusokat pedig jó ez valóban beszél. Ez 1848 hagyatéka, ez 56 üzenete. Ez 1989 féloldalasra sikerült forradalma. Ez volt 2010 pártok feletti üzenete. Meg lehet, ez lesz 2014 legfontosabb tanulsága is, ami viszont addig is biztos, nélkülünk büszke, és emlékezni akaró ünneplő magyarok nélkül nem sikerülhet az új korszak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A magyar nemzet sikerre ítéltetett. Az a nemzet, amelyik annyiszor a történelem jó oldalára állt, és amely annyiszor megszenvedte igaztalanul a rosszat, majd annyiszor esett áldozatul saját gyarlóságának, és amelyik mindig élni, emlékezni, tenni és teremteni akar, sikerre született. Csak ne féljünk ezt kimondani és elhinni. Magyarok ugyanazt várják 2014 tavaszán, mint amit 1848-ban követeltünk. Felelős kormányt, tisztességes vezetőket, képviselőket és nem alkalmi pörkölt főzőket. Olyan vezetőket, akik nem azt mondják, hogy előre, hanem amit a tisztességes hadvezérek utána. Nem egyezhetünk bele kevesebb. Azt javaslom a minden itt jelenlévő ünneplőnek, hogy ne engedjen 48-ból, ne engedjen ebből a harcias kiállásból, ne fogadja az ígérgetéseket, hanem a tetteket nézze. Ha forradalmáraink hittek volna az ígéreteknek, március 15-én nem történt volna semmi, és 16-án sem. Legfeljebb a csalódás telepedett volna a lelketre, hogy hagytuk magunkat becsapni. Ennél mi többre szövetkeztünk, és ahogy annak idején, úgy ma is ki kell állnunk, emlékezni és emlékeztetni. Emlékezni azokra a napokra, amikor mi védtük a szabadság lángját legtovább Európában, minden túlerő dacára. Emlékeztetni erre fiainkat és lányainkat, hogy aztán ők is továbbadhassák ezt. Végül pedig emlékeztetni választott vezetőinket, és emlékeztetni magunkat, hogy a magyar egy szabadság szerető nemzet, amely nem éri be kevesebbel, nem éri be üres ígéretekkel, hanem amely tenni, dolgozni, építeni akar. Egy erősebb aranyát, egy erősebb harkányt, egy erősebb Magyarországot. A végén pedig belátja majd, hogy csak haszna származik abból, ami erősebb vagyunk. Tisztelt ünneplők! Nem vagyunk rá méltók, hogy magunkat 1848 hőseihez hasonlítsuk, de mi igenis kötelességünk magunkat az ő tetteikhez. Megfeleltünk-e önfeláldozásoknak? Mutatunk-e bármit abból a hittől, ami őket előre vetette és előre vetette? Úgy járunk-e el minden napjainkban és nagyobb közéleti ütközeteinkben, hogy az ő példájuk lebege szemünk előtt? Vagyunk-e, leszünk-e elég erősek ahhoz, hogy a magyar név megint szép legyen? Nem a mindig magabiztos politikus öntudatával köszöntöm a ma megjelenőket, hanem mint egy büszke nemzet, szerencsés tagja, akinek megadatott, hogy tehessen valamit azért a közösségért, amelynek oly sokat köszönhet. Dicsőség a hősöknek, köszönet az ünneplőknek, Solideo Gloria, éljen szabad Magyarország. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.